új arc, Ilia Krikunov fog szerepelni, a harmadik sor hátvédei Farkas Tamás és Ládai Tamás lesznek, Rokai Szilárd, Vészek Tamás és Cody Millen alkotja ezt a csatársort, a negyedik sorban csupán egyetlen egy játékos neveztek a kékfehérek, de figyeljük itt az első helyzetet. Fehérváriak, tehát öt találkozott, játszott a két játékos fehérvári színekbe is, itt láthatunk egy fordulásból leadott veszélyes lövést, és közben van egy sérülés vendég oldalon, és van egy vezető gól sportklubos részről, a játékvezetők nem fújták le ezt az akciót is, Bece Tihamér szerzi a 2023-as naptári év első sportklubos találatát, egy, és most hozhatja vissza a sportklubba korongot. Fölött elszálló lövés, hát döcög egyelőre a sportklub előnyös játéka. Itt egy nagyszerű meglátás, és megvan a második találat. Rokai Szilárd lesz a szerzője. Ez viszont egy nagyszerű emberelőnyös akció volt. Mondhatni sakmatra játszották. És most sikerül kiütni a korongot a fehérváriaknak a harmadból. A következő akciót, és lássuk ezt a 3-2 elleni támadás. Sofron középen van érkező, van kipattanó is, van harmadik sportkupos gól is. Elindult, úgy néz ki a gólgyártás. Oda pattogó korong volt, és talán Elisztárs az, aki végül is be tudta juttatni a korongot a kapuba, de okosabbak leszünk hamarosan, reméljük. Tudtak találni a kékfehérek. Bece, Rokai, valamint Stassa gólszerzők. Most pedig Szeleznyovnak kell figyelni. Elsodorják a korongot az ütőjéről, és megvan a fehérvári szépítés. Keceli Mészáros Mátyás volt az, aki kiugrott. Ez egyben a Doriannal is elcsúsztatta alatta a korongot. Balázs Milán és Krikunov Kubát, és óriási gólt lő Karel Kubát is a hosszú sarokba. Nem volt takarás Kus Levente előtt, viszont óriási erővel bombázta a kapuba Kubát a korongot. Kellett a dolgában közbeavatkozni, és most már sarokba következő akciót. Krikunov betör a kapu elé, és most van benne a korong. Most Levente még védeni tudott, de kipattanót végül is, becsapta a hálóba. Egy harmadik harmad feléhez közeledve. 9 másodperc választ el a zárójáték rész közepétől. Fog ívelni a karrierje, és előbb-utóbb majd be fog tudni, illetve nem bemutatkozni, hiszen már bemutatkozott az osztrák bajnokságba is a fehérvári csapat színeiben, és közben itt van a Schlusszpoén a mai találkozóra. 16 másodperccel a vége előtt, hogy Denis Kacskov egyszerűen fixálta Márkus Leventét, aki mozdulni sem tudott egy lövőcsellel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és már este is őket ide a képernyők elé. Most már klub DMTK mérkőzéssel jelentkezünk, majd vasárnap, ahogy mondtam, a BIA HC látogat ide a Vákán Lajosba, akkor is közvetíteni fogunk.